Sziasztok, kedves gitárosok! Szeretnék egy érdekes témáról beszélni nektek. Ez nem más, mint a figuráknak az indítása, hogy hogyan is indítunk figurákat. Most ebbe a leckébe egy jazzes figurát hoztam el nektek. Én nagyon sokat kísérletezek azzal, hogy milyen indítást csináljak mondjuk egy skálafutamnak, vagy igazából bármilyen figurának, és most meg is nézzük, hogy mollra én mit szoktam használni, és ez nyilván nem csak én használom, tehát a régi nagyok, Pat Martino, Benson, meg a többiektől kezdve ők ezeket használják. Van egy kis trükk benne így elméletben. Ugye alapvetően, hogyha van egy moll akkordunk, most vegyünk egy D-moll hetet, akkor erre milyen skálákat tudunk játszani? Hát ugye alapvetően mehet rá nyilvánvalóan a pentaton, a moll pentaton, blues skála, meg mehet rá a természetes moll, és lehet, hogy már sokan ismeritek a második módusunkat, a dor skálát, ami nem más, mint egy moll skála, csak felemelt hatodik fokkal, tehát nagy szextel. Tehát ezeket a skálákat tudjuk használni egy moll akkordra. Most csak tényleg arról beszélek, hogy önmagába megy egy D-moll, és erre szeretnétek szólózni. Vannak azért egzotikusabb skálák, ott van például a harmonikus moll, vagy a melódikus moll. Ugye mindkettőben az a közös, hogy fel van emelve a hetedik hang, tehát a skálának, ugye a D-be vagyok, D-nek a hetedik hangja a C lenne D-mollba, ez fel van emelve cis-re, és ez kap egy ilyen sejtelmesebb hangzást, hogyha akkordba is ezt hozzáteszem például. Na már most, itt a nagy tömény elmélet után, ezt a felemelt hetedik fokot, tehát a nagy szeptimet fogjuk hozzárakni az indításhoz, és ez nem kell új skálát megtanulnatok, nem kell melódikus mollba gondolkodni, vagy harmonikus mollba, hanem egyszerűen az indításnál hozzárakjuk ezt. Ehhez most megmutatom, igazából még az is mindegy most, hogy természetes moll vagy dor, a lényeg, hogy elkezdünk egy mollosba felfele gondolkodni, egy kis ugyan itt van az ötödik bundáhúrom. Ez lesz a kiindulási pontunk, tehát most nem egy ilyen pozícióban vagyunk, hanem balra nézünk. És lesz egy alaphang, nagy szekund, kis terc, tiszta kvár. Most egyelőre csak gondolkodjunk eddig. És ide szeretném itt előtérbe hozzárakni ezt a nagy szeptimet. Tehát pontosan itt lesz fél hanggal lentebb, ugye, ami felfele. Nagy szeptim az lefele egy kis szekund, ezt is érdemes megjegyezni. Tehát itt lesz, és ezt akarom belecsempészni a skálába. Na már most az indításunk a következőképpen fog kinézni. Ez az egyik féle. Itt azt csinálom, hogy ide jövök a tercre, és innen lépek egyet le a nagy szeptimre, szekund, nagy szeptim és alaphang. Olyan, mint egy kicsit így megelőlegeznénk azt, hogy az alaphangról induljunk. Tehát terc, nagy szeptim, szekund, nagy szeptim, alap. Ez a legfontosabb, amit meg kell jegyezni. Van egy ilyen egyszerű verzió is, ha csak ezt csináljátok, hogy szekund, nagy szeptim, alaphang. Tehát ez most maga csak az indulásunk lesz, utána bármit lehet csinálni. A legelső, hogyha gyakorolni kezdünk, az az, hogy ezt kifüggjük. Ez azt jelenti, hogy mindenhol, ahol csak tudom, megnézem. Tehát megkeresem, ugye megvolt itt, hogy
ez, vagy... És megkeresem, mondjuk most itt felül is. Tehát... Megkeresem másik pozícióba. Tehát egyből azzal kezdek, hogy ezt meg tudjam találni, és egy biztos indításom legyen. Na, utána mit csinálunk? Viszünk bele egy kis jazzes dolgot. Itt mi történt? Itt az történik, ez egy ugye tipikus jazzes fogás, hogy megközelítem, körülírom ezt a nagyon fontos hangomat, a D-mollnak a tercét. Ez már alapvetően jó kis figura, ezt is átpakolhatom. Jó, tehát meg is van. Ugye a körülírást úgy csinálom, hogy van benne skála hang, ezek a skála hangok, és az a nagy tercünk egy ilyen passing tone lesz, egy ilyen átvezető hang, kromatikus hang. Utána viszek bele megint csak egy érdekességet, erről már beszéltem videókban, hogy a mollnak a tercéről egy másik dolog, amit szeretek, mindig jó egy ilyen dur arpeggiót, vagy már inkább négyes hangzat major 7-et játszani. Ez jelen esetben egy F major 7, ami úgy néz ki, hogy... Van az F-nek egy szeptime, alap, nagy terc, quint. Tehát ezt a kis figurámat akarom belecsempészni. És hogy itt jártam, hogy... És csinálok egy ilyen kis körbeírást. Igazából a jazz, meg ugye maga a dalamalkotás ezekről a körülírásokról szól, hogyan táncoljuk körbe fontos hangokat. Körbe táncoltam az F-et, és jövök fel. Tehát eddig. És innen nagyon sok lehetőségem van, hogy mit választok, visszafordulhatok, mehetek fentebb. Például kicsit tovább fűzöm ezt az F-et. Ugye kell egyet baréznunk, amit én nagyon nem szeretek, de hát így szólja. Kis új baré. És visszaérek ide, az A hangra fogok érkezni. Például így befejezhetem. Egyébként lent van a taba leírásba, tehát nyugodtan nézhetitek majd úgy könnyebb. Jó, próbáljuk ki. Amivel fel lehet dobni esetleg, hogy ugye, hogyha egy ilyen moll hangulatra játszok, akkor nem feltétlenül a természetes mollt fogom választani. Tehát nem azt a mollt, amiben... Amiben a kis sext benne van, a hatodik hang ilyen,
Nagyon furia, összefogom az alaphanggal. Nem annyira jó a fülnek. Hanem inkább a dort választom, amiben nagy szext van, és ezt ide bele is tudom csempészni, hogy... Ez lesz a D-nek a nagy szextje. És mondjuk, kibontok egy G-dúrt rá. Tehát egyben. Ez már így elég vagány. Be fogom linkelni a backing tracket is, és akkor tudtok vele gyakorolni. Házi feladat, ezt, akár a teljes figurát, de ezt az indítást gyakorolni minél több hangnembe, és minél több pozícióba, ez segít nektek a hangközök megjegyzésébe is, így tudja az ember ezeket gyakorolni, hogyha figurákon keresztül látja az egészet. Köszi, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, köszi, adottok egy lájkot is. Ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozzunk a következő videóba. Sziasztok!